Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, beszélgessünk a Railjackről, hogyha a légzésemben valami furát hallotok. Az azért van, mert valami fura van a légzésemben. Oké, tehát ja, én némileg lebetegedtem című történet. Na most akkor beszélgessünk a Railjackről, végigmegyünk az összes komponensen, alkatrészen. Igyekszem elmagyarázni, hogy mi mire való, és hogyan és hogy érhetjük el az újabbnál újabb dolgokat. Igyekszem minél több tippet adni, azok alapján, amennyit kiismertem jelen pillanatban a játékról. Nektek, mint közösségnek a segítségét abban kérem, ha valami értékeset felfedeztetek eddig ezzel kapcsolatban, kérlek szépen írjátok le a komment szekcióba, ezzel is segítve másoknak. Szóval akkor vágjunk is bele a dolgokba. Az első, amit meg szeretnénk mutatni, az a Researchnél van. Klánoddal itt ki tudjátok fejleszteni a hajónak az egyenes upgrade fegyvereit, illetve alkatrészeit. Ami viszont még nem tiszta, vagy számomra még nem tiszta, de a jövőben, hogy az MK1-es dolgoknál lesznek-e jobb dolgok a hajóban. Azt tudnotok kell, hogy a küldetéseken esnek majd blueprintek hajó alkatrészre, de még azok is MK1-es, tehát MK1-esnél jobbakat nem tudtam. De lehet, hogy lesz valamikor MK4-es, a nehezebb küldiken, és az sokkal erősebb alkatrészeket fognak biztosítani. Szóval, hogyha átmegyünk ide a Railjackhez, átbeszélünk röviden, tömören, mi mire való, és miért fontos. Szóval, igen, ha megfázom, akkor rohadtul meg tudok fázni. Szóval, Shield Array benne van a nevében. Shieldet ad. Ennyi. Felelős az életedért. Ennyi. Ennyi a dolog lényege. Ha a klánod kifejleszte a jobbikat, szerintem azt a jobbikat érdemes kivenni, aztán kivárjuk, hogy attól igazából lesznek-e jobbak. Sigma Engines egyértelmű, új engine, jobb engine. Játék közben eshetnek ilyen blueprintek. Na most ez annyival jobb például, hogy ez plusz 12 km per óra sebességet ad, alapsebességet, nagyszerű. Amit még nem tudok, vagy nem tiszta számomra, kiderítitek, írjátok le a komment szekcióba, hogy az MK1-esnél lesznek-e jobbak, mondjuk MK4-es. Mert akkor a legyártással inkább várok, és helyből a legjobbat csinálom meg, igaz? Mert ugyanis ezek belekerülnek némi alkatrészbe, hogy őszinte legyek, és ez nem olyan olcsó, és itt van az, ahol igen-igen sokat kell farmolni ebben az új játékmódban. Szóval, amit még tudtok csinálni ezekkel a blueprintekkel, le tudjátok scrapelni dirakba. Ez a dirak eléggé fontos abból a szempontból, hogy fejlesszük az űrhajónkat, vagyis a Railjackünket. Továbbá ez a Rush Repair Drone, ez arra való, hogy lerásolja az új alkatrészednek a javítás idejét. Egyszer használatos platba kerül a marketben, szóval nem biztos, hogy annyira megéri. Lehet érdemes kivárni az új javítást. Na, szóval a következő rész. A Sigma reaktor az azért felelős, hogy a hajódban mekkora, mennyi modkapacitás legyen, mert hogy a hajódban is vannak modok, így mondva, és azért felelős, hogy mennyit és milyen erőseket, jobbakat tudsz beletenni abba a modba. Ebből is van egy alap. Klánod kifejleszti a következő változatot, egy kicsit jobb lesz. Következő dolog, armaments, fegyverzet igazából. Semmi nagyon extra, mindegyik fegyverzetnek lesznek különlegesebb képességei, mint például itt van ez a Rapid Fire Toxic Cannon. Ez a Toxic Cannon toxikus sebzést is okoz, ami megzavarja az ellenfél űrhajójának a csapatát. Tehát az a lényeg, hogy átüt a enemy hajó falán, és toxikus sebzést csinál jobbat. De például ez az Apoc Cannon, ez se sima ágyú, ami simán csak golyókat lő ki. Továbbá itt láthatod, hogy milyen fajta sebzést csinál. Plazma sebzést és partika sebzést. Ez pedig ugye plazma, és ez csak ioni sebzést csinál, és plazma sebzést csinál ez a pulzár. Szóval mindegyik fegyvernek lesz saját valamiféle képessége, adott helyzetekben adott fegyverek lesznek a jobbak. Elsődleges fegyver, másodlagos fegyver, amit ugye a társait használnak oldalt, és a heavy fegyver című történet. Heavy fegyverekben is mindegyik másik fajta löveket fog
kilőni, más lesz az animáció, és egyesek jól néznek ki, hogy őszinte legyek. Ezek azon fegyverek, ez a Galvar például, amit a klánom kifejlesztett, és én kivettem. Na most a klánból kivenni fegyvereket, és az a trükkös, ha ki akarsz venni fegyvert, készülj fel arra, hogy bele fog kerülni ezen nyersanyagokba, amit itt ír. Szóval ez sem olcsó című történet, de olcsóbb, mint hogyha egy blueprintet gyártanál le. Következő dolog az Avionics, ami egy létező szó, Aviation Electronics-ra utal, de mi csak úgy fogjuk hívni, hogy Railjack modok. Amit tudnotok kell ezekről a Railjack modokról, maguk a küldetések dobják, és különböző variánsai vannak. Jobbak és rosszabbak. Mint például, hát most nincsen duplikátumom, de például ebből a bulkheadből, ami igazából ugye extra életet ad, létezik olyan, amelyiknek nem ilyen 10-es rankú, és nem lehet 10-szer fejleszteni, de kevesebb életet is ad. Szóval különböző, amit láttátok, ennek ez csak egy simán fel nem húzható mod, hogyha így tetszik, és ez egy 4 slottal rendelkező mod. Természetesen a fejlesztés maga az elég drága tud lenni, de egyelőre például ez 10 ilyen dirákba kerül a fejlesztés. És ezért mondtam, hogy fontos a fejlesztés, mivel hogy minden, ami itt van, ez a dirakba fog kerülni, ebbe a dirakba fog kerülni a fejlesztés dirakot, a küldetések fognak adni, és fontos ebből a szempontból, hogy jó sok legyen. A következő dolog, amire figyelned kell, az a grid. A grid az megboostolja a modjaidnak a statjait, ugyebár. Szóval, hogyha fejlesztesz a griden, ami nem olcsó, ha tekintve azt nézed, hogy mennyi dirakba kerül csak a második szint megépítése, minden első szint megépítése 200-ba kerül, a második szint 600-ba, nem is akarom tudni a harmadik szintet, de a lényeg az, hogyha ezt fejfejleszted, megboostolja a modokat, amit az űrhajódba bele fogsz tenni, te azokat a modokat még ha fel is húzod, még erősebbek lesznek. Szóval szignifikáns buffot tud adni az űrhajódnak, mivel most jelen pillanatban ez a hajó nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szar. Így is lehet mondani, a legkisebb küldetéseken is nagyon könnyen szét tudják szedni. Szóval passzív képességek, buffok és aktív képességek, illetve sebző képességek, mondhatjuk így. Mit értek buffok alatt és aktív képességek alatt? Fire Suppression kioltja a tüzet, cooldownja 300 szekundom, tehát ha kigyullad az űrhajót, akkor lesz neki egy cooldownja. Yay! Következő például Reduce Forge cooldown, tehát hogyha a izéket kell újra tölteni, fegyverzetet, javítást és minden más, újra kell tölteni, ez lecsökkenti 35 másodperccel a gyártási költségeket akció közben. Szóval ilyesféle modokra lehet számítani. Még egyszer, a gridet fejleszted, megboostolja a modokat magukat is tudod fejleszteni, hogy jobbak legyenek, és minden, ami itt van, dirakba kerül. Hányfajta mod van még, nem tudom, melyik lesz még a jobb, nem tudom, a jövőben valószínűleg fogunk foglalkozni némileg modolással is. Beszéltem ugye a capacity-ről, amiért felelős ugye a... Bocsánat, beszélt a kapaszi, amiről felelős a Sigma reaktor és a reaktorod. Minél jobb reaktorod lesz, annál több kapacitid lesz ahhoz, hogy modokat bele tudj tenni. Következő dolog, itt vannak a, hogy is mondjam, tartalékaid, amit viszel magaddal a csatába és csata közben is folyamatosan gyártasz. Szóval, ez a javítókészleted gyakorlatilag, ugye? Tudnod kell, hogy a hajót halálos sebzés kap be, egy perced van arra, hogy megjavítsd azt a hajót. Vesz egy visszaszámláló, látni fogod, egy perced lesz arra, hogy megjavítsd azt a hajót, vagy a csapatod, aki ezen részért felelős, meg fogja javítani a hajót. Na most, ez a, ugyebár, na, fegyverzet van itt, heavy fegyverzet van itt, minden, ezekből érdemes folyamatosan használni fogod játék közben. Gyakorlatilag ezeket a resource-okat, mert hogy szükséged van arra, hogy csatározz.
következő dolog, ami egy igen fontos és igen jó passzív buffokat ad továbbiakban a hajódnak, azok ugye a te képességeid. Ezek a képességek eltérnek alapvetően a Warframe XP-től és karaktertől. Mondhatni úgy, hogy afféle pilóta képességek mindegyik ad valamiféle buffot. Ha szeretnétek, hogy ezeket lefordítsam nektek egy videóban, akkor írjátok meg a komment szekcióba, és igyekszem őket lefordítani magyarra, hogy tudjuk, hogy mit jelentenek és miért csináljuk, de lényegtelen is abból a szempontból. Egy-két dologról természetesen jó tudni, hogy mit jelent, illetve hogy lehet előhozni esetleg azt a képességet, de mindegyik nagyjából egy passzív képesség. A fő dolog az, húzzuk ki őket előbb-utóbb maxra, nem lesz olcsó. Instrings-et fogsz kapni játékok után, és mindig lesz megfelelő. Nagyjából, hogy is mondjam, egy egész jó rátában jönnek ezek a dolgok. Én nem hiszem, hogy über nehéz lesz ezeket kihúzni, de mint látjátok, azért már a negyedik szintre 16-ra van szükséged, és azért annyira könnyen nem jön, de hogyha eleget játszol a játékkal, nem fogod érezni olyan nehézségnek. Ebből a szempontból a ritka nyersanyagok droprátájának az egyensúlyát, a balanszt a droprátákban egészen jónak érzem. Az is meg lehet, hogy nem kell olyan őrületesen sokat farmolni, de kiindulva abból, hogy mennyibe kerül egy-egy alkatrész legyártása, megeshet, hogy őrületesen sokat fogsz farmolni. Kiderül majd ez a dolog. Az utolsó pont, az pedig a customization, hogyan nézzen ki az űrhajód. Szóval ezek lettek volna az alapok az űrhajó arzenálban, kiegészítőkben és modokban, amit tudnod kell. Most pedig át fogunk ugrani egy kicsit a magába az űrhajóba, és mit érdemes tudni róla. Benn vagyunk az űrhajóba, a fontosabb alkatrészek jöjjenek. Egy újabb hasznos dolog, ha beállsz az irányítóba, vagy akárhol vagy a hajón, ha nyomsz egy L betűt, akkor kérlek szépen tudod használni a Warframe-eknek a képességét, amint itt láthatjátok, bármelyik Warframe-et rákattintasz az egérrel, és ha van energiád, akkor használod. Vagy tudod használni az űrhajódnak a képességeit, mint például a tűzoltást ebben az esetben. Tenóval is tudod irányítani a hajót. A tipp az azon rejlik, hogy egy Excalibur Umbra, ami szabadon mozog, az megeshet, hogy elintézi a hátad mögött lévő enemiket, hogyha a társaid éppen eléggé elfoglaltak. Tipp. Következő tipp, le tudtok rakni sentineleket, ami szintúgy segíthetnek abban, hogy elintézzék az enemiket, melyek a hátatok mögött vannak. Szóval, így állunk, szóval azért mondom, Tenóval is lehet irányítani az űrhajót, miközben mondjuk a hátatok mögött egy Excalibur Umbra intézi a dolgokat. Szóval, ez itt ugye az irányítás, navigáció, ahol instant indíthatsz új küldetéseket, természetesen jelen pillanatban ezek a helyek léteznek küldetés szempontjából. Következő dolog, über nagy kurva fegyver, de ehhez ugye fejlődnöd kell, még nekem is egyelőre rank 5 gunnery required, nagy boom fegyver, nevezzük így. Következő dolog, oldalsó fegyverek, amit a társaid, vagy akár te is használhattok. Nagyon egyszerű, hölgyeim és uraim, és hogyha éppen nem buggol, vagy lehet, hogy azóta már 360 fokos körben tudok lőni, mert fejlesztettem az egész dolgot, nem is rossz. Szóval ez lenne, csak szerintem lehet, hogy nem buggol, mert eddig nem tudtam ilyen szinten kimenni és lőni csak 180 fokos körbe, de azóta valószínűleg fejlesztettem ugye a képességeken, így aztán lehet, hogy most már tudok 360 fokos körben lőni. Következő dolog, amit tudnotok kell, itt tudtok kimenni Archwing-gel, hogyha szükséged van rá. Arzenál, hogyha szükséged van rá. Archwing tippek. Amesa. Hihetetlenül hasznos, ő lassítja az enemiket, gyógyítja önmagát, gyógyítja a railjacket. Nagyon hasznos. Következő hasznos Archwing, Odonata Prime,
meg tudja védeni magát, és shield-el buffot tudsz adni magadnak, társaidnak. Természetesen. Itzal Elytron még egyelőre nem bizonyult túl hasznosnak. Igen, buffolni kéne a képességeiken, hogy igen hasznosak legyenek, de Amesa a leghasznosabb eddigi felfedezéseim alapján. Szóval, a következő dolog, amit tudnotok kell, és fontos, az a javítás. Hogyha ég a hajó, egy percetek van arra, hogy megjavítsátok. Hogyha kritikus sebzés kapott a hajó, egy percetek van, hogy megjavítsátok. Ez itt a javítóka. Kiválasztod, odamész és megjavítod. Viszont ez fogyaszt a nyersanyagokból. Mint ahogy a lövegek is fogyasztanak a nyersanyagokból. Ezeket újra kell gyártanod. Című történet. Szóval, újra gyártani pedig, ugye, még egyszer mutatom, kijössz itt a középériában. Ugye, itt kijövünk, itt lemegyünk, kimegyünk oldalra, valamelyik oldalra, és eljövünk ide le. Itt tudjuk újra tölteni a rage-ekünknek a fogyó arkatrészeit, mint például ugye 5 dirakba, 5 puzárba kerül ahhoz, hogy feltöltsük a javítónkánkat. Akkor, és minden fegyverzetet, heavy fegyverzetet, mindent itt tudunk újra tölteni, és jó, hogyha van valaki a csapatból, aki ezzel foglalkozik, és újra tölti a fegyverzetet, például a javítást, hogy jobban tudjunk harcolni. Ha arra gondolsz, hogy ezt szólóban le lehet-e hozni, később. Igen, nekem úgy tűnik, hogy igen, le lehet később szólózni ezeket a küldetéseket, akkor, amikor a hajód über jó lesz, és már egy pár dolog automatikusan működik. Mert a pilóta képességek között vettem észre, hogy egy-két dolog automatizált tud lenni. A következő dolog, amire figyelned kell, ez itt a Refine gomb. Ha ezt megnyomod játék közben, amit nem feltétlenül ajánlok, akkor az összes megspórolt nyersanyagot, amit összefarmoltál te és a csapatod, azt kiszedi az űrhajóból és elosztja köztetek. Szóval, hogyha arra gondolsz, hogy ellopod innen az összes nyersanyagod, nem fog működni, mert elosztja köztetek. Szóval, erre azt javaslom, hogyha véget ér a pálya, a játék, és tudod, hogy már nem mentek új küldetésre, akkor rányomni a Refine-ra és a maradékot, amit megmarad, akkor át el fogja osztani köztetek a játék. Ez a videó ennyi lett volna az alapokról, a Railjack alapjairól. Fogok majd beszélni, egy ilyen értékelő videót is fogok csinálni arról, hogy mi jó úgyisten igazából a véleményem erről a játékmódról, hogy jó ez, tetszik-e, hasznos-e, mi újat hozott esetleg a Warframe-ben, és mi céljuk volt vele. Fogok erről csinálni egy efféle videót, de addig is remélem, hogy tudtam segíteni. Archwing fegyverekhez még hozzáteszem azt, Imperator Vandal elég OP tud lenni. Én meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő Warframe videóig. Iratkozz fel, csatlakozz Discord szerverünkhöz, linkek videó leírásban, klán csatlakozás, link a videó leírásában. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!